2019 után ismét megrendezték a Paksi Puliszka Fesztivált. Az eseményre számos székely csoport ellátogatott. Mindenféle puliszkás ételeket lehet itt kóstolni, tehát nem csak puliszka van, hanem ami puliszkához köthető. Tehát itt az erdélyi tokánytól, ami hasonlít a pörkölthez egy picit, de nem is pörkölt. A sajtos tallér, ami kukoricadarából készül, a túrógombóc, a túrós puliszka, lekváros puliszka, szilvár lekváros, aztán szalonnás, sajtos puliszka. Az Erdélyből elszámazott magyarok is elkészítették hagyományőrző ételeiket Pakson. Eljöttünk egy kicsit a Puliszka Fesztiválra, a puliszka az kedvenc eledelünk. Azt mondják román eledel, de nem osztom teljesen ezt a véleményt, ugyanis én néztem utána a történelemben, és azt mondják, hogy nagyon régen a székelyek ezt már használták, a puliszkát. Amit mi főztünk, készítettünk, kicsit mást akartunk, túros puliszkát szoktunk mindig otthon egyszer tejjel esszük a puliszkát, forró puliszka hideg tejjel, és utána túros puliszka. Mi Erdélyben így szoktuk ezt meg. De ugye mi is kupálódunk, úgymondva erdélyesen, és láttuk, hogy van olyan lehetőség, hogy aki mondjuk lisztérzékeny, annak egy puliszka alapra helyezzük ezt a pizza feltétet, minden más olyan, mint az eredeti pizza, és akkor ugye ezt kell egy kicsit megsütni, rásütni. A Mics nevű székelyfogásnak is nagy sikere volt ezen a napon. Marhából és sertésből készül, fűszerezése kicsit intenzívebb, mint a csevapcsicsnak, és nagyon finom amellett. Van kis vékony kolbászunk, hasábburgonya, töltött káposzta és egyéb finomságok elől a pulton. Táncos fellépések is színesítették a fesztivált. 2013 óta Kosnás Árpád Fülöp-Feres díjas táncos, a koreográfusunk és vele. Hát tulajdonképpen egész Kárpát-medencéből tanultunk táncokat. Amit most jelenleg bemutattunk, az egy sárközi tánc volt, egy felújított sárközi tánc, illetve egy szatmári koreográfia. De ezen kívül bukovinai, moldvai, felvidéki táncokat is táncolgattunk. Hát mindegyik, ahogy a 13-at, ami eltelt folyamatosan. A mesemondás is nagy hangsúlyt kapott az eseményen. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékul botjával reávágok. Mód felett mulattatta népet a látvány, s most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondod, bátyám? A rendezvény célja a kapcsolatok ápolása és a hagyományőrzés volt.